Ismét szép számmal érkeztek résztvevők az újdombóvári százszor szép óvoda szülői klubjába. A szakemberek ez alkalommal a felnőttek és a gyermekek közötti hatékony kommunikáció fontosságát hangsúlyozták. Egy szülőnek ugyanis hitelesnek kell lennie egy gyermekével szemben, ami nem csak azt jelenti, hogy kerülni kell a csúnya beszédet és a rosszindulatú megjegyzéseket, hanem pozitív megerősítésekkel kell támogatni a csemetéje fejlődését. Minden gyerek jó, ha jó dolgokat mondunk neki, ha jó dolgokat várunk el tőle, ha abban erősítjük meg, amiben ő jó, akkor ő is jó lesz. Viszont a ellenkező hatást érhetünk el akkor, hogyha negatív dolgokat súlykolunk bele. A család a gyermeknevelés elsődleges szintere. A kicsiknek pedig már az is példaként szolgál, ahogy a felnőttek egymás között beszélgetnek, hiszen egy gyermek akkor is hall, amikor szüleik arra nem is gondolnak, tette hozzá az óvodapedagógus. Minden szülőnek van egy gyerekről egy képe, hogy milyen lesz majd, ha felnőtt lesz. Ugye addig, amíg ez az időszak elkövetkezik, a felnőtté válás folyamán ezért a szülőknek, meg nekünk pedagógusoknak elég sok feladatunk van, és nem lehet csak ölbetett kézzel ülni, hanem igenis tudomásul kell venni, hogy példaképpen szolgálunk a gyereknek, és amit a gyerek magába szív, és ez különösen igaz az első 7 évre, azt fogja közvetíteni később. A vetítéssel egybekötött foglalkozáson a résztvevők gyakorlati példákat is hallhattak a témában.